Sziasztok, Nejó 12 vagyok, jöjjenek a Spanok egy kritikus együttműködéssel. A szakasz két Cromwell, illetve egy Cromwell B. Siegfried Line a térképünk, 59% esélyünk van, és akik részt vesznek a csatába, Latabár Jenő a Clickből, Péter 21-41 az Off-ból, és Remember My Name a Gaz M-ből, ő van a Cromwell B-vel, és az ő szemszögéből láthatjuk a csatát. Egész sok tankot sikerült felderíteni, és meglepően nem ő neki, hanem a Crusadernek. Jakpézi 4-es szembe. Ugye Latabár Jenő még jobban a szélére helyezkedik, hogy onnan tudja rálőni. Lepattintott az eleje. 2-22 jött tőle, és még egy 23 HP maradt, az pedig Remember élet T-34-85, egy kicsit hátrébb. Azért három Cromwell borzasztó nagy fókusz tud lőni, hogyha arról van szó, és nagyon gyorsan. Ugye körülbelül 3-3,5 másodpercenként egy 135-ös sebzést ki tudnak osztani. Azért az nagyon hamar tönkretesz egy T-34-85-öt. És Peternek lett meg. Az A44-es az jó bevackolta oda magát, nagyon pici látszódik belőle. Tehát onnan kibontani nem lesz egyszerű. Nem is nagyon kell vele foglalkozni. A Leopard, illetve a Crusader pedig ugye kikerül külső ívre. A Schumex semmisítette a Leopardot. Most ugye a Crusaderre figyel. Felkínálta az oldalát egy lövésre. Vigyázni kell vele, hiszen nagyot tud lőni. Nagy trollágyú van rajta. A repeszlőszer az bizony nagyon nagy sebzést ki tud kiosztani, illetve kár tud tenni mindenben, akár a legénységben, akár pedig a belső modulokba, a külső modulokba. Hát ezt már most mórikálhat ide jobbra-balra. És ő lett a második frag Remembernek, illetve a negyedik pedig a szakasznak. Az A44-et Latabár Jenőnek sikerült felrobbantani, igaz, hogy nem túl sokat, de a robbantás a lényeg. Ez is került a fókuszba. És ez is Jenőé lett. Ez viszont Remember-é. Eddig hatnál tartnak, tehát közösen összehoztak már egy Top Gun-t. Ketten lementek lentre a KV-3-asra. Óvatosan átkukucskál. Nincs senki, nézzük ki lesz a kanyarba. Egy T-34-85-et sikerült megpattintani. Ez egész szépen összejött. Viszont az elején gyönyörűen lőhető, 151-et bele. Ezért óvatosan kell ellene játszani, hogy 180-akat tud lőni, ott az M4-es Sherman. Négy, tehát 9 fregen van túl a szakasz. 4 perc telt el mindössze a csatából. Van egy T-150 a sarkon, illetve itt pedig egy Schub. 100 M1-es. Kettőt sikerült belelőni. Most már vissza kell húzódni, mert azért addig ugye ránk tud figyelni, amíg a T-150-es él. Mihelyt ugye ő megsemmisül, kénytelen átfordulna a másik irányba, akkor viszont oldalba lehet kapni. Kihasználhatjuk a mozgékonyságunkat. És Jenőnek meg lett a Top Gun, tehát ő már a hatodik fregen van túl. Peter pedig rárohant még a három utolsó tankra, abból ugye sikerült neki a Cseffit kiszedni. T-25-2-t kerülgeti.
R259-et kaptunk, a KV 85-östől, de maradt 32 HP-nk. Ez még bőven elég arra, hogy őt pedig kiszedjük, tehát meglett a hatodik frag. Összesen 14 a szakasznak. Ez egy tankászt érte egy Top Gun-t, illetve egy kritikus együttműködést, és nézzük a sebzéseket 2373 Remembernek, Latabár Jenőnek 2493, ő is kapott egy Top Gun-t, és Peternek pedig 2050. Hát gratulálok a szakasznak, köszönöm a repit, nektek a figyelmet, na jó, 12 vagyok, és találkozunk legközelebb. Szervusztok!